A több mint 3,6 milliárd forintos beruházás 85%-os Európai Uniós és 15%-os hazai forrásból valósult meg. A beruházás során a szakemberek 400 ezer köbméter földet mozgattak meg, és több mint 10 ezer köbméter aszfaltot építettek be, hogy az elkerülő úton megfelelő logisztikai infrastruktúrát biztosítsanak az ipari park számára. A Fényeslite-Komoró elkerülő, keleti elkerülő út építését a NIF idén tudta megkezdeni, idén februárban. A vállalkozók nagyon gyorsan 10 hónap alatt be tudták fejezni, 5 kilométer új út építése tartozik hozzá, két komoly híddal, ami talán a háttérben látszódik is, az egyik a vasútvonal, másik pedig egy helyi út fölött. A 5 kilométer új úthoz tartozik még a meglévő utaknak, a csatlakozó utaknak az átépítése, korszerűsítése, valamint 3 körforgalmú csomópont. A projekten belül közvilágítás, növénytelepítés, valamint vízelvezetés és forgalomtechnikai beruházások is megvalósultak. Sesztek Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az ünnepélyes átadón elmondta, az elkerülő úttal az ipari park elérhetősége nem csak helyi, hanem országos szinten is jelentős fejlődést hozhat. Az egész ország szempontjából nagyon fontos jelentősége van ennek, hiszen ez egy olyan ipari park, amelyik igazából az intermodalitása miatt igazi kaput nyithat Ukrajna, Oroszország, Kína, és mondhatnám Kazasztán és az egész keleti régióra, hiszen most már végre megvalósul egy olyan modern nagyipari parknak a létrehozása, amiben nem csak a nagyságában, nem csak a infrastruktúrás fejlesztésében, hanem ennek az összességében, az intermodalitásában is európai szintű. Abban reménykedünk, hogy nem sokára újra Hamburg leszünk, abban reménykedünk, hogy újra azt tudjuk mondani, hogy Magyarországra a Rektubáru itt a keletkapujában Záhonynál jön be. Sesztek Miklós az átadó rendezvényen elmondta, tervezés alatt van az M34-es út, ami összeköttetés jelent majd az M3-as autópályával, a jövő évben pedig elkészülhet Kisvárda déli elkerülője.